Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! A Walker Kft.-nél biztosan nem alkalmazzák az új túlóra törvényt. A Galambiskola nemzetközi agrárinformatikai továbbképzésben vesz részt. Tiltakozás az uniós agrárköltségvetés csökkentése ellen. A Walker Kft. Vezetése nem kívánja kihasználni az újonnan bevezetett túlóra keretet, árulta el televíziónknak a cég igazgatója Tóth István. Az ügyvezető mindemellett kiemelte, a versenyképesség megtartására szerintük a fejlesztések, a termelés optimalizálása és az automatizálás lehet a válasz. Mint arról korábban beszámoltunk, egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően, mintegy 330 millió forintból új csarnokokat épít a Walker Kft., valamint a kapacitásbővítés érdekében modern lézervágó és élhajlítógépeket szereznek be. A cég fejlesztése, illetve pályázati sikereik okán Tóth István ügyvezető igazgató, valamint a cég főkönyvelője, Kozák Erika voltak Hírextra című magazinunk vendégei, ahol a sikeres pályázatok titkán kívül Tóth István azt is megosztotta velünk, bár sokakban felmerült a kérdés, hogy a modernizálásnak köszönhetően csökkenteni kívánja-e munkavállalók számát. Válasza határozott nem, sőt az újabb technika kezeléséhez újabb szakembereket is fel kell venniük. Az új gép még egyszer olyan mennyiséget tud kidarabolni, mint a régi gép, annyival korszerűbb. Azért is vannak szükség új gépekre, a másik pedig, hogy ezeket az új gépeket valakinek kezelni kell. Ezek gép kezelésére nagyobb tudású szakemberekre van szükség, hozzáértő szakemberekre van szükség, és mivel hogy megépítjük ezt a csarnokot, legalább 20 főre van pluszba szükségünk ezeknek a gépeknek a kezelésére, mert egy lézervágó, egy ilyen robotgépet azt illő három műszakba foglalkoztatni, akkor ott már mindjárt egy gépre három ember szükséges, és ebben az új csarnokban legalább 20 főt fogunk majd pluszban még alkalmazni. Mindemellett azt is kiemelte. Úgy látja, hogy bár folyamatosan reagálniuk kell a piac változásaira, megrendeléseik száma hál' Istennek folyamatosan nő. Mégsem kívánnak élni az újonnan bevezetett túlóra keret bővítéssel. A témáról bővebben ma este a Híradó után Hírextra című magazinunkban esik szó. Tartsanak velünk! Egy pályázatnak köszönhetően nemrégiben elindult az EgriTeach 4.0 nemzetközi továbbképzés, mely keretében több tanár bővítheti agrárinformatikai ismereteit online. A Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola 15 pedagógusa szintén részt vesz ebben a projektben, amit az oktatási létesítmény egyedülálló módon gyakorlati oktatással is kiegészít. Az elmúlt években rohamosan elkezdett fejlődni a technológia, így az intelligens eszközök is, melyeket a mezőgazdaságban szintén egyre szélesebb körben alkalmaznak. A mintegy 80 millió forintos uniós támogatásban megvalósuló EgriTeach továbbképzés az agrárinformatikára helyezi a hangsúlyt, mely keretében a tanárok online oktatási rendszerben bővíthetik tudásukat. Macedónia, Csehország, illetve Skócia mellett hazánk több mint 20 oktatási létesítménye vesz részt a projektben. A Galambiskola konzorcium vezetője. Itt saját forrásból egyedülálló módon gyakorlati képzéssel is kiegészítik az oktatást. Múlt hét pénteken stábunk ott járt, akkor épp zajlott egy. Egy kormányautomatika rendszer bemutatója történik, RTK rendszer bemutató, ami egy automata vezérlést tesz lehetővé azokon a traktorokon, erőgépeken, amelyekbe ezeket beépítették. Nálunk két ilyen erőgép van előkészítve a beépítésre, illetve vásároltunk egy szimulátoráványt, amelynek a szimulátoráványnak a bemutatója történik most az Axia Kft. Részvételével. Itt a kollégák szerelik szét, szerelik össze, állítják be az áványt, hiszen fölkészítjük őket arra, hogy ezt a diákoknak átadják a tudást. Kimegyünk a tankertbe, ahol az előkészített erőgépre, és megtanulják a kollégák felszerelni, beüzemelni ezeket az eszközöket. A különleges eszközöket az Axia Kft. Szakemberei mutatták be az iskola tanárainak. Kocsmárik János, a cég precíziós gazdálkodási csoportjának területi képviselője pedig televíziónkkal is megosztotta, hogyan segítik a munkát ezek a készülékek.
A precíziós mezőgazdasági eszközök egyrészt a gépkezelőnek a munkáját könnyíti meg, ezt úgy kell képzelni, hogy ezek a rendszerek beépítésre kerülnek az erőgépbe, kombányba, és nem csak a robotkormányzási részét végzik, hanem a mögé kötött munkagépet is képesek vezérelni. Ezáltal sokkal pontosabb, precízebb lesz a munka, valamint megtakarítást eredményeznek azáltal, hogy nem szórnak feleslegesen, nem lesz kihagyott terület vagy átfedett terület. Ezáltal a tulajdonosnak vagy a vezetőknek megtakarításuk keletkezik. Ám ezzel nem ér véget a képzések sora, ugyanis az oktatási intézménybe a közeljövőben például 3D szkenner és hozzányomtatók érkeznek majd, melyek használatát szintén megtanulják majd a pedagógusok, valamint a nebulók is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége aláírásgyűjtést hirdetett meg az uniós agrárköltségvetés csökkentése és annak migrációs célokra való átcsoportosítása ellen, jelentette be Szél István, a NAK Csongrád megyei elnöke a közelmúltban. Arra kérik a lakosságot, elsősorban a gazdatársadalmat, az agráriumban érdekelteket, hogy írják alá a tiltakozást az interneten, vagy személyesen a falugazdászoknál, vagy a kamarai központokban május 2-áig. Egy sajtótájékoztató keretében Szél István, a NAK Csongrád megyei elnöke elmondta, az Európai Bizottság 2020 után számottevően csökkentené a közös agrárpolitika költségvetését. A szűkebb forrásokkal többek között meggátolnák az ágazat fejlődését, nehéz helyzetbe kerülne a vidéken élők megélhetése is. Kiemelte, ez teljesen elfogadhatatlan, mivel a magyar mezőgazdaság Európa egyik leggyorsabban és legkiválóbban fejlődő gazdasága, és nem csak az ágazat, hanem az egész ország jövőjét hátrányosan érintené a további támogatások megvonása. Hozzátette, a KAP mérséklése már csak azért is problémás, mert a magyar gazdálkodók jövedelmi helyzete már most sem kielégítő. Kiderült, az unió vezetése az agráriumból elvont összegeket a migránsok letelepedésének elősegítése, illetve a bevándorlók okozta válsághelyzetek kezelésére kívánja felhasználni, ami az agrárszervezetek szerint sem az ágazat, sem a migráció támogatását nem szolgálná. Szél István példaként kiemelte, a megvonás a földalapú támogatást úgy érintené, hogy az eddigi 70 ezer forint per hektár támogatás 55 ezer forintra csökkenne. A NAK és a MAGOSZ álláspontjuk még hangsúlyosabb kinyilvánítása érdekében aláírásgyűjtést indított. Arra kérik a lakosságot, elsősorban a gazdatársadalmat, az agráriumban érdekelteket, hogy írják alá az interneten vagy személyesen a tiltakozást a falugazdászoknál vagy a kamarai központokban május 2-áig. A NAK megyei elnöke azt is hangsúlyozta, reméli, hogy hazánk, mint kezdeményező nyomán, más országok gazdatársadalma is a tiltakozás mellé áll. Most pedig rendőrségi híreink következnek. A makkói rendőrkapitányság befejezte az ügyvizsgálatát azzal a férfival szemben, aki tavaly szeptemberben a Földák és Igás közötti út mellett csaknem 2400 körbálaszalmát gyújtott fel. A rendőrségre 2018. szeptember 23-án 17 óra körül egy hivatásos vadásztól érkezett bejelentés a 4422-es út melletti tűzesetről. A katasztrófavédelem munkatársai rövid időn belül megfékezték a lángokat. A kiérkező rendőrök a helyszín közelében igazoltattak egy zavartan viselkedő földáki férfit, akinél két öngyújtót találtak. Őt a makkói rendőrkapitányságra előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi vallomásában elismerte a bűncselekmény elkövetését, ellene jelentős kárt okozó rongálás büntetének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A makkói rendőrkapitánysága szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az ügy iratait a napokban átadta az ügyészségnek. A rendőrök több betörésből származó szerszámgép, kézi szerszám és egy beltéri faajtó tulajdonosait keresik. A makkói rendőrkapitányság kisebb értékre, dolgok elleni erőszakkal elkövetett lopásbüntetének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. A rendelkezésre álló információk szerint a feltételezett elkövetők felújítás alatt álló lakóházakba, épületekbe törtek be, ahonnan főként elektromos szerszámgépeket, kézi szerszámokat, illetve egy beltéri faajtót vittek el.
A bűncselekményeket Makó belterületén, Újszegeden, Szőregen és Szatymazon követték el 2018. június elejétől 2019. január végéig. A makói rendőrkapitányság kéri, hogy a képeken látható tárgyak tulajdonosai jelentkezzenek személyesen a makói rendőrkapitányságon a tulajdonjogot hitelt érdemlően igazoló okirattal, számlával vagy egyéb más dokumentummal. Telefonon is érdeklődhetnek a 62-es körzet 511-260-as telefonszámon, vagy az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, valamint a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. Péntek óta legfrissebb információink szerint 74-en próbáltak bejutni az országba illegálisan, a déli határszakaszon jellemzően vonatokon és kamionokban megbújva, de egyre többen érkeznek gyalogosan is. Bács-Kiskun megyében Kelebiánál mintegy 26 magukat afgán és iraki állampolgárnak valló férfi próbált az országba illegálisan bejutni, nyitott tehervagonokba elbújva. Röszke határában pénteken 6, majd a hétvége folyamán további 8 illegális bevándorlás dolót fogtak el a rendőrök. Csanád Poloda sem esett ki a szférából, ahol egy kis teherautó ellenőrzése során 10 határsértőt találtak megbújva. A török honosságú járművet 2019. március 9-én 22 óra 15 perckor közösen ellenőrizték a magyar és a román rendőrök a Csanád Poloda autópálya határátkelő helyen. A csoport tagjai iraki állampolgárnak vallották magukat, azonban magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. A tehergépkocsi török állampolgárságú vezetőjével szemben embercsempészés, a megbújt személyekkel szemben tiltott határátlépés miatt a román rendőrség jár el. A tegnapi napon Nagylaknál egy török honosságú járművet 20 óra 20 perckor közösen ellenőriztek a magyar és a román rendőrök a Nagylak közúti határátkelő helyen. Ennek során a jármű üdvösfülkéjében 2 határsértőt találtak. A férfiak török állampolgárnak vallották magukat, a tehergépkocsi török állampolgárságú vezetőjével szemben embercsempészés, míg társaival szemben tiltott határátlépés miatt a román rendőrség jár el. Röszkénél pedig 5 afgán férfit fogtak el. Ez idáig az egyenruhások. Pál Dénes énekes volt az Apátfalvi Nőnap sztárvendége, aki a tévés produkcióiban előadott dalokkal és saját szerzeményeivel is megörvendeztette a településen élő hölgyeket. A rendezvényen továbbá felléptek a Dózsa György általános iskola tanulói is, akik zenés-táncos előadással kedveskedtek a jelenlévőknek a faluház nagy termében. Apátfalva község önkormányzata immár harmadik alkalommal szervezte meg a hölgyek számára a könnyed szórakoztató délutánt, így kifejezve a férfiak nevében a nők iránti tiszteletet és nagyra becsülést. Szekeres Ferenc, a település polgármestere köszöntő beszédében kiemelte a másik nem szerepét a mindennapi életben. Senkivel sem kerülhet egy férfi olyan bensőséges kapcsolatba, mint a hölgyekkel. Édesanyánk saját testében hordja ki a mi testünket 9 hónapon át, feleségünk ugyanezt teszi a gyermekeinkkel. Megosztja velünk nem csak a nagy pillanatokat, de a szürke hétköznapokat is. A hölgyeknek nehéz megtalálniuk az egyensúlyt a munka és a család között. Sokszor több szerep között törlődnek. Másképpként helytállniuk a munkahelyen, ahol keménynek, magabiztosnak és elszántnak kell mutatni magukat, míg otthon házi asszonyként és anyaként megértők, gyengédek és engedékenyek. A beszédet követően a Dózsa György általános iskola 2 alsós osztálya lépett színpadra, egy szalagos táncot, valamint a Dzsungelkönyve című musicalből egy részletet adtak elő. A szombat délután tetőpontja pedig Pál Dénes énekes műsora volt, akit a nagy közönség 2012-ben a The Voice tehetségkutatóból ismerhetett meg, Magyarország hangja lett, majd 2014-ben pedig a Sztárban Sztárt nyerte meg. Az énekes a rendhagyó alkalomra összeválogatott csokorral érkezett.
Sosem fix műsorral készülök, tehát ez azért bizonyos százalékban akkor derül ki, akkor módosul. Nyilván én is van egy repertoár, amivel dolgozom, de a közönség reakciókat nézve ez változhat útközben. Úgyhogy vannak kedvencek, vannak saját dolog is, a végén egy saját dal, a tulipán is elhangzott, ami hát összeköthető a nőnappal is, de számunkra is nagyon fontos volt, mert mondom, egy 5 éves munkának az egyik egy ilyen fő lenyomata volt ez a dal. Szekeres Ferenc polgármester a rendezvény végén minden nőnek egy cserepes virágot nyújtott át. Stábunknak elárulták a hölgyek, hogy mindig örömmel vesznek részt ezen az ünnepségen, és jól érzik magukat. Nagyon jó. És hogy még emlékeznek rólunk. Igen. Köszönjük szépen. Nem járunk, csak ide is, nagyon jó. Jó, nagyon szép volt, nagyon jó műsor volt. Hosszabb összeállításunkat a csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg. Rég nem látott gólzáporos mérkőzést eredményezett a makói KC Bácsalmási PVSE női kézilabda mérkőzés. A találkozó 30-35-tel zárult a Bács-Kiskun megyeiek javára. A felek az Erdély János városi sportcsarnokban csaptak össze vasárnap. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, a 8. percben már 1-5-re vezettek. Nem sokkal később tovább növelték előnyüket, ekkor már 6 gólos különbséggel meneteltek előre a piros-feketék. A maros mentiek sem hagyták magukat, 3 egymás utáni találattal sikerült faragniuk hátrányukból. Azonban a félidő 12-17-es Bácsalmási sikerrel zárult. A második játék részben folytatódott az adok-kapok játék, a csapatok szépen meneteltek előre. Ám nagyobb előnyre továbbra is az ellenfél tetszert, amikor is 8 góllal tudtak elhúzni. A haziak csak futottak az eredmény után, és ismét sikerült csökkenteniük lemaradásukat. A 22. percben 24-29 volt az állás. A makóiak mindent megtettek a javítás egyében, de egyenlíteni már nem volt idejük, csupán szép időtalálatokat tudtak szerezni. A végeredmény a következőképpen alakult: Makói KC Bácsalmási PVS-e 30-35. A vereség ellenére azonban kimagasló teljesítménynek számít, hogy Szabó Attila csapata ennyi gólt tudott lőni, hiszen az utóbbi időben csupán csak fel ennyivel zárták a mérkőzéseket. A sereghajtók most szombaton az élmezőnyben álló Csorvás otthonába látogatnak. Érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. A Walker Kft-nél biztosan nem alkalmazzák az új túlóra törvényt. A Galambiskola nemzetközi agrárinformatikai továbbképzésben vesz részt. Tiltakozás az uniós agrárköltségvetés csökkentése ellen. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 16 perctől Hírextra című hírháttér magazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 25 perces kezdettel a Makói FC Seoul SC labdarúgó mérkőzést láthatják felvételről. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó. Legközelebb, holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!